Nyáron is várja az érdeklődőket a tavaly szeptemberben megnyílt, a főtéren megtalálható Esernyős Óbudai Kulturális Turisztikai és Információs Központ. Az intézmény vezetője, Békefi Anna elmondta, a tapasztalataik szerint egyre népszerűbb az esernyős. Életre kelt ez a helység, ami korábban is az önkormányzat tulajdonában volt, de gyakorlatilag nem lehetett a lakosság tere. És amióta kinyitottuk, közösségi teret varázsoltunk belőle, azóta látszik, hogy rátalálnak tényleg ösztönösen a helybeli lakosok, azok is, akik erre kirándulnak Óbudán, és a külföldi turisták is. Úgyhogy ezt jó nekünk itt bent látni a munkatársakkal nap mint nap, hogy ide találnak, és jól esik nekik az a sok szolgáltatás, amit igénybe lehet venni itt a főtéren. Bárkit szívesen látnak, aki csak le akar ülni, friss napi és heti lapokat akar olvasni, vagy épp a helyi múzeumok más kulturális helyszínek programjairól érdeklődik, vagy jegyet kíván vásárolni az ország bármely színházának, fesztiváljának rendezvényeire az információs pultnál. De ebédelni, kávézni és süteményt enni is lehet az esernyősben. Az önálló rendezvényterem is várja az óbudaiakat programjaival, ott jártunkkor épp baba-mama tornát tartottak. A nyár folyamán a zenés, gasztronómiai programokra fókuszálnak, szeptembertől újraindulnak az ismeretterjesztő zenei, film, irodalmi, művészettörténeti előadásaik. A következő lépés egy kortárs, képző és iparművészeti alkotások bemutatására alkalmas kiállítóterem létrehozása lesz. Ahol most látjátok a mozgássérült mosdót, itt lesz átvágva egy nagyon szép belső építészeti koncepció alapján a fal. Most még nehéz elképzelni, de itt ebben a házban az esernyős mögött alakítják ki a kortárs galériát. Innentől kezdődnek majd kicsi irodahelyiségek, kettő, a bal oldalon pedig vizes blokk, hiszen ahol most a faláttörés megvalósul, az a vizes blokk egy részének lebontásával jár, azt itt visszaépítjük, egy kis tárolóhelység, és ebből a vonalból túlvan lesz a galéria. Ugyanaz az a gyönyörű természetes parketta fog végigfutni, mint ami az esernyősben elkezdődik. Itt idén ősszel meg lehet majd rendezni az első tárlatot is.